1990 óta október 1-e az idősek világnapja. Az ünnep célja, hogy ráirányítsák a figyelmet a szépkorúakra és az őket érintő kérdésekre. Az ESZI idősek otthonában azonban nem csak ezen a napon, hanem egész hónapban ünneplik a lakókat. Az idősek nagyon szeretik ezeket a programokat, hiszen kizökkenti őket a szürke hétköznapokból, és ilyenkor együtt lehetnek, beszélgethetnek. Vannak programok több is, és közt a mai nap megemlékezést, hogy életünk alkonyán se felejtettek át bennünket. Az ünnepséget ezúttal is a társalgóban tartották, ahová csak azok a lakók nem jöttek le, akik ágyhoz kötöttek. Királyné Domaházi Csilla elmondta, az idősek mentális egészségéhez is hozzájárulnak a különböző programok. Éppen ezért minden héten vannak állandó rendezvények, amelyek nagy érdeklődésre tartanak számot. Emellett több városi programra, így az idősek napi eseményekre is ellátogattak. Zene van, meg finom sütemények, és mindenféle kellemes dolog, amivel az időseinket megörvendeztetjük, és hát utána a következő héten is lesz egy előadás, amit meghallgatunk, a Kis Tamásnak egy ilyen zenei műsora. Készülünk az október 23-ai forradalmi szabadságharc megünneplésére, és minden héten szervezünk kézműves tevékenységeket, közös filmnézés, közös éneklés, zenehallgatást. Van két önkéntesünk, akik nagyon sokat segítenek abban, hogy kulturális programok legyenek. Az időseket a gyerekek is megörvendeztették. Az egyik dolgozó kislánya és osztálytársai zenével és versekkel készültek az ünnepségre. Földi István atya, a főtéri templom plébánosa áldást mondott a szépkorúakra, és azokra is, akik nap mint nap gondoskodnak róluk. A résztvevőket Keszthely önkormányzatának képviselői is köszöntötték. Elhangzott, a városnak és az itt lakóknak is fontos figyelni az idősekre, gondoskodni róluk. Gondoljunk csak arra, hogy mindenkinek szülei, nagyszülei, dédszülei előbb-utóbb eljutnak az időskorig, és segítségre szorulnak, illetve azt a megérdemelt támogatást, amit egész életük munkájával a családjuknak a támogatására áldoztak, azt a támogatást joggal várják el saját családjuktól és a körülöttük élő emberektől is. Ebben természetesen az önkormányzat is kiveszi a részét. Az idősek napi rendezvényről ezúttal sem hiányozhatott a zene. Sokan dalra is fakadtak, mások azonban táncra perdültek az örökzöld dallamokra.